Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit. Marta Csabával fogunk beszélgetni Skype-on keresztül, nem először és nem utoljára, azt hiszem itt ebben a műsorban. Amikor ezt a nézőink látják ezt a beszélgetést, azon gondolkodom, igen, akkor már túl lesznek ezek a mai, és akkor ezt most kivézőjelben, mert nekik már akkor tegnapi lesz Fradi edzőmérkőzése. Amely ugye zárt kapuk mögött lesz lebonyolítva, és kezdjük ezzel a beszélgetést, mert itt nagyon, hogy mondjam, egymásnak ellentmondó információk, meg hírek, meg nézetek, meg nézisek vannak. Ugye például a Magyar Kézilabda Szövetség deklarálta, hogy tulajdonképpen nézőknek lehet menni különböző biztonsági eszközök betartásával meccsre. Ti mégis úgy döntöttek az edző meg zárulást. Miért? Ez is szervusz András, és köszöntöm a kedves kézilabda érdeklődőket, nézőket, hogy miért döntöttünk így, vagy nyugodtan mondhatom azt, hogy döntött az elnökség így gyakorlatilag, hiszen megkérdeztem a véleményüket, mert jelen pillanatban egyszerűen nagyon nagy kockázatnak érzünk megnyitni egy Ferencváros-Győr edzőmérkőzést. Az edzőmérkőzés azért hangsúlyosan szerepel itt, mert a győri Audi Etóra mindig is jellemző volt, hogy az edzőmérkőzések azok nagyon nagy népszerűségnek örventek, és kezdeném mondani, hogy minden évben, amikor megnyitjuk a kapukat, és ugye az új játékosok az első edzésen részt vesznek, akkor azért ez most így furcsán hangzik, de 2000-2500 ember jelenik meg az első edzésen. Sose játszottunk az utóbbi idő, 4-5 évben nem emlékszek rá, hogy a Fradival vagy a Siófokkal olyan edzőmérkőzéseket játszottunk volna. Most úgy érezzük, hogy gyakorlatilag fél éve nem volt tétre menő kézilabda mérkőzés, és 5000-5500-as az arénánk, és én azt gondolom, hogy akár 8-10 000 ember eljött volna egy ingyenes edzőmérkőzésre péntek délután, péntek este, ami azért rendkívül veszélyes, és itt az edzőmérkőzésre visszakanyarodva, mert ingyenes, és az ingyenességből fakadóan nincs regisztráció, vagyis pontosabban nem tudom megmondani, regisztrációhoz lehet kötni, de nem tudom megmondani, hogy ki hova ül. Ha ne adj Isten, egy gócpont alakult, tehát ugye olvasunk itt arról, hogy szuperfertőzött, meg fertőzött, most már magam sem tudom, hogy ezek tulajdonképpen mit is jelentenek pontosan, de van mondjuk egy fertőzés, kialakul egy gócpont, hogy az ANTS-nek, az operatív körnek és minden olyan illetékes szervnek, aki a koronavírus ellen operatíve védekezik, az első előírás az, hogy behatárolható, tehát meg tudja mondani, hogy ki melyik széken ült. Most egy edzőmérkőzésen jegy nélkül nem tudom ezt garantálni, vagy nem tudjuk ezt garantálni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt a nagy kockázatot, hogy ne adj Isten, itt egy gócpont alakuljon ki, beazonosítás nélkül, hozzáteszem, még egyszer ezt nyomatikusítva, zárt kapus keretek között rendezzük meg ezt a mérkőzést. De az nem merült fel opcióként, hogy inkább belépő jegyet szedtek, és akkor jöhetnek az emberek, akkor van regisztrált értve, akkor mindenki odaül, ahova jegyezünk. Ennek természetesen felmerült, de hogy onnan indítanám, hogy volt egy lezáratlan bajnokság, illetve egy nem befejezett BL szezon, és azért Győrbe nagyon szép szám, hogy mondjuk 3500-3800, attól függ, melyik időszakot nézem, szezon nézem, ennyi bérletesünk van. Ugye ezeknek az embereknek felajánlottuk a bérlet kompenzációt, és nem éreztem volna etikusnak azt, hogy akiknek volt mondjuk jegyük vagy bérletük is segítenek minket azzal, hogy nem veszik igénybe ezt a bérletkompenzációt, még az edzőmérkőzésre külön pénzt szedjük. Most ilyen jelképes pénzt szedhettünk volna egyébként, hogy mondjuk 100 forint, vagy nem tudom, hogy 500 forint, vagy bármi más, de hogy mondjam, tehát sokkal nagyobb biztonságban érezzük jelen pillanatban azt, hogyha ez az átlagos mérkőzés, és adjuk a YouTube csatornánkon, mint az, hogy mondjuk augusztusban történik valamilyen gócpont, azt mondják, hogy egy Győr-Fradi mérkőzésen megfertőződött 3000 ember, most nagyon csúnya számot mondtam, és mondjuk azt mondom, hogy ezzel veszélyeztetjük például az iskolanyítást, vagy bármi mást. Ez világos, ebben teljesen igazad van, csak azt nem látom magam előtt, hogy mi a lényegi különbség mondjuk augusztus 14-e és szeptember 5-e között, addig bizonyára nem lesz. Hát lehet, nem lesz megoldás.
Igen, értem, értem, jó a kérdés. Én is olvasom a szurkolói kommenteket, meg egy pár darab e-mailt behoznak a kollégáim nap, mint nap, ami ezzel kapcsolatban érkezik a szurkolóktól. Teljesen igaz. Tehát lehet, hogy szeptember 5-én sem tudunk 5000 néző előtt a jelen pillanatban azt hiszem, hogy Győr Kisvárda mérkőzés, bajnoki mérkőzést lejátszani, de lehet, hogy a nem is lesz lehetővé, nem lesz, hogy mondjam, lehetőségünk 5000 embert beengedni, mert lehet, hogy zártakos lesz a bajnokság, vagy a BL. Tehát nagyon-nagyon sok a bizonytalansági tétel jelen pillanatban. Ugye gondolom, hogy lesz szó itt a BL-ről, de hát hogyha a magyar bajnokikat tekintve bizonytalanság van, mondjuk a nézőket illetően, az azért fájó számunkra, mert a Győri Audi Eto költségvetése az úgy épül föl, hogy a jegy- és bérletbevétel egy hatalmas része a költségvetésnek, és itt nem pár százalékról kell beszélni, hanem itt tényleg jelentős tételről beszélünk, akár millió forint, akár pedig az egész költségvetést figyelembe véve. Úgyhogy higgyel a kedves néző, vagy higgyétek el, hogy nekem, aki a költségvetésért felel, és nekem, aki meg kell nyomnom minden hónapban az utalásoknál az Enter gombot, nekem a legfájóbb talán az, hogyha a nézők nélkül rendezünk mérkőzést a bevétel szempontjából, és nyilván nagyon, nagyon sajnálom a szurkolókat, meg a saját csapatunkat, a játékosokat és mindenkit, mert hát nézők nélkül sporteseményt rendezni az sírálmos. Világos. Miközben persze tökéletesen értem, mondasz, csak ugye az jutott eszembe, hogy két hét múlva valószínűleg nem lesz nagy különbség a mostanihoz képest, ugye az erről beszéltünk, hogy ti mire készültök egyáltalán. Mondjuk minden marad úgy, ahogy ma van, mert már ennek van a legnagyobb realitása, hogy se nem durul el nagyon, reméljük a helyzetnek se megoldásnak lesz. Akkor mondjuk korlátozott jegyeladásban gondolkoztok, szerinted annak van a legnagyobb realitása, hogy mondjuk eladtok 1500 jegyet, és akkor mindenkinek szigorúan megvan szab, hogy hova ülhet? Hát én azt látom, most elindult tegnap előtt 12-én a bérletárosítás. Kevesebben vesznek bérletet, mint egyébként szoktak, de azért most kettő nap alatt eladtunk 400 bérletet. Én azt gondolom, hogy van olyan NB1-es klub, aki hónapokig árulja és 400 bérletet ad el. Tehát most én azt számolom, hogy ha azért lesz 1500-2000, lehet, hogy 2000 fölötti bérletesünk, akkor nekik megvan a bérleteik, tehát lehet, hogy utána nem is tudunk árulni egyet. Tehát most a magyar bajnokira, mert csak a magyar bajnokira árulunk jelen pillanatban bérletet. Természetesen azt kommunikáltuk, és ezt is szeretnénk, hogy aki nem váltja meg a bérletét, az tudjon majd venni jegyet, illetve a mérkőzéseket tudjunk árulni külön is jegyeket. Ezt nem én fogom eldönteni, tehát ezt valószínűleg a hatóságok fogják eldönteni. Annál az sokkal fájó, hogy most a BR-re például nem árulunk bérletet, ott úgy gondolkodunk, hogy minden héten lesz lehetőség a bérleteseinknek meghatározott időtartamig venni jegyet, és utána kinyitjuk a pénztárokat, és lehet mindenkinek venni jegyet. Ami igazi bevétel, hozzáteszem, tehát ott azért a bérlet, a BL jegyeknek az ára azért nálunk elég magas, és hál' Istennek azért az emberek meg is veszik. Tehát arra készülünk, sportszakmailag arra készülünk, hogy indul a bajnokság, indul a BL, napi kapcsolatban vagyunk a kézilabdaszövetséggel, a ligával, az EHF-fel, tehát én azt gondolom, hogy mi mindent megteszünk, tehát már néha kicsit úgy érzem, hogy már kicsit túl sokak is vagyunk a kérdéseiket illetően. Na de hát hogy ne legyek túl sok, vagy hogy ne legyünk túl sokak, amikor az első forduló a BL-ben CSK Moszkva győr. Most éppen ezelőtt egy pár perc az egyik kollégám behozott egy charter repülőgép ajánlatot, azzal kezdte, hogy Csaba, jó, hogy ülsz, ugye megvan az árajánlat, hát másfélszerese, mint amire gondoltam nagyjából, és az, amire gondoltam, az sem volt kevés. Tehát azt rögtön el kell vetni azt az utat, hogy mondjuk külön géppel tudjunk menni Moszkvába. Ugye a politikai helyzet minden adott, ugye Ukrajna fölött nem lehet átrepülni, kerülővel megyünk, közben le kell szállni, mert az a repülő nem bír elrepülni egy útvonalon, ugye Moszkváig. Szóval csak ezzel az egy úttal körülbelül 30 kérdésünk van. Kell-e vízum, nem kell a vízum, belügyminisztérium, külügyminisztérium, delegációs lista, Sárgaországba megyünk, idézőjelben Sárgaország, aki, tehát fertőzöttség szempontjából, visszajövünk, ANTS, engedély, koronavírus teszt, hány napig van karantén, nincs karantén, mikor kell megcsinálni. Szóval nem akarom a kedves nézőket untatni, egyrészt nem unatkozunk itt a kollégáimmal, másrészt pedig az én véleményem az, hogyha ebben a metodikában indul el a BL,
hogy mi csak a fiúkat meg a lányokat kézilabda szempontból 16-16 csapat elkezd utazgatni Európa szerte, de mondhatom azt, hogy világszerte elkezd utazgatni, a véleményem szerint, ez a nagyon drasztikus, amit mondok, de csak az a kérdés, hogy hanyadik fordulóba fog megállni a VM. Azért senki nem gondolja komolyan, hogy 32 csapat férfi női elindul a világba is, repülőtereken átszáll, jön, megy, meccset játszik, és utána ez a 9-10 forduló, ami össze van, ez lemegy gond nélkül. Én erre nagyon-nagyon kevés esélyt látok, őszintén mondom. Csak én azt nem értem az egészben, hogyha Kristálykristál lehet az orvezetés, és tényleg minden érv logikus benne, akkor az Európai Szövetségnél hogy nem látják meg? Egyáltalán, hogy kommunikálnak veletek? Van B-terv? Mert nagyon kevés az egyház, amit mondtál, ez a moszkvai út, ez 3 hét múlva lenne. A 4 hét múlva lenne, szeptember 15-16-án, hogy azért tudom ilyen pontosan, mert én is így számolok. Tehát nekem is ez a jár a fejembe, hogy az EHF-nek biztos, hogy van terve. Tehát azt nem hiszem el, hogy egy ekkora szervezet, egy ilyen komoly bajnokságot, mint a Bajnokok Ligája, nem csinált rá legalább 4-5 tervet. Tehát biztos, hogy van terve. De viszont az is biztos, hogy ezeket lehet, hogy azért nem mondják el, mert egyébként most az van mondva minden csapatnak, hogy megvan a sorsolás, a férfi-női vonalon megvannak az időpontok. Van mondjuk egy fordulóban kétszer ugye 8 mérkőzés, lehet, hogy ebből kétszer 5 mérkőzéssel semmi gond nincsen, mert éppen olyan csapat játszik. De azért, hogyha belegondolok a női részre, azt ismerem elég jobban, hogy így fogalmazzak, van benne román csapat, van benne montenegrói, van benne francia, van benne német, stb. Ahol azért azt látjuk a világszerte, hogy a koronavírusoknak a terjedése, a betegség terjedése borzasztóan nagy. Szerintem szeptember után még inkább lesznek szigorítások, mert még inkább rosszabb lesz a helyzet. Szóval biztos, hogy van terve arra az EHF-nek, hogyha nem lehet utazni, hogy akár egy buborékrendszerbe lejátszani a BL-t, akár elhalasztani a BL-nek a kezdését. Tehát biztos, hogy vannak terveik, csak nyilvánvalóan ezt szeretnék úgy prezentálni, hogy amikor a kész döntés megvan, akkor azt elmondani a csapatok felé. Na jó, Na de te, mint klubvezető, hogy tudsz erre készülni? Most tételezzük fel, hogy nem söpörted volna le ezt a chartergép ajánlatot, hanem elfogadod, és kifizetsz több millió forintot. Majd utána azt mondják, hogy ó, bocs, Barta úr, nincs meccs. Akkor az ment a kukába, az a pénz? Így van, de ez ugyanígy van a repülőjeggyel. Tehát a kollégámnak a kollégámnak a charter ajánlatot behozott, a következő kérdésem az volt, hogy akkor, hogyha lefoglaljuk azt a járatot, ami egyébként Budapestről indul reggel 6 óra 10-kor, tehát még az edzőnknek nem mondtuk el, valószínűleg minden fogja majd megtudni, reggel 6 óra 10-kor indul az a járat, egy járat van azon a hétvégén egyébként Budapestről, Moszkvába, akkor a sportszakmailag helyes, hogy a csapatnak 4 órakor kell a budapesti reptéren megjelennie? Tehát, hogy ez sem helyes, tehát jó alternatíva nincsen, tehát nyilván a buszos utazás Moszkvába azért nem jön szóba, tehát azért ne induljunk el, mert nem biztos, hogy szerencsés lenne. Más repülő, Bécsből nincsen repülőjárat, Budapestről az az egy, csak a charterjárat még, ami számításba jött, az pedig horribilis, és visszatérve az anyagira, ha megveszünk a repülőjét a Ferihegyről induló, azt hiszem, Vizer járatra, akkor pedig az van, hogy mondjuk lehet, hogy lemondják ezt a járatot egyébként, vagy pedig a EHF mondja azt, hogy nincsen BL forduló, akkor meg ott van a pénzünk, hogy egyébként kifizettünk 25 darab repülőjegyet, de egyébként nem megyünk sehova. Az igen. Említettél itt egy általad lehetségesnek vélt forgatókönyvet, ez a buborékos rendszer vagy lebonyolítást. Ezt hogy tudnál elképzelni egyébként? Meg erről volt szó valamilyen hivatalos fórumon, vagy ezt egymás között beszélitek? Hát nem, egyrészt mi is tájékozódunk, klubvezetők, ugye azért azt gondolom, hogy az UEFA egy nagyon komoly szervezet, ugye volt szerencsém velük együtt dolgozni még 2009-10-ben, amikor a Debrecennel sikerült bejutnunk a Bajnokok Ligájába, az Európa Ligába. Hát az EHF-nek ezen szervezet, akik mérkőzéseket bonyolítanak le, ez egy nagyon-nagyon profi gépezet gyakorlatilag. Én emlékszem vissza, amikor a Puskás stadionban, a régi Puskásban játszottuk a BL meccset, akkor annyi volt a feladatunk, hogy megérkezett több kamion, és mondták, hogy ez az ember ide álljon, az ember odálljon, hogy
gyakorlatilag meglegyen nekik a pontnak személye, de egyébként ők végeztek mindent. Ők ezt a buborékrendszert választották, most ugye Lisszabonban zajlik a BL-nek a utolsó fázisa, vagy például olvasom az NBA-nek az Orlandóban megrendezett mérkőzéseit, tehát én csak ebből indultam ki, hogy én hangosan gondolkodok például, tehát én ezt beszélgettem a többi kollégával, aki a nemzetközi csapatoknak a képviselői, és ők is valami ilyesmit gondolkodnak, hogy mondjuk Magyarországon nem olyan rossz a helyzet. Azért itt van például Győr, tehát Győrben 30 méter távolságban van a Magvasi meg az aréna. Van edzőpálya, van nagypálya. 100 méteres körzetben vannak hotelek, tehát például az Etó Park Hotel, most mondtam valamit. Valószínűsítem azt, és akkor csak egy kicsi matematika, meg költségvetés, hogy annak a csapatnak, egy Odenzének, egy Hilcsának, egy Podgoricának ugyanennyibe fog kerülni elutazni Moszkvába, mi nekünk. A Moszkvának ugyanennyibe fog kerülni elutazni, meg ilyen körülményes lesz elutazni Podgoricának bárhová. Ha a 8 utazást, vagy bocsánat, a 7 utazást a 8 csapatnak leredukálom egyre, és annak a költségét nézem, akkor az 6-tal kevesebb. Ezt a 6-ot beteszem egy kalapba, és ezt megszorzom 8-al, akkor azért már ez egy jól látható összeg, ahogy szoktuk mondani, abból lehet, hogy egy kört, egy helyszínen 28 mérkőzést ugye 4 naponta meg lehetne rendezni. Valószínűleg nem mi találtuk fel a bölcsekkövét, valószínűleg ezen gondolkozik az EHF is. Nekem, vagy nekünk igazából mondhatom azt, hogy ez jutott eszünkbe. A Magyar Kézilabda Szövetséggel sem titok, beszéltünk erről, ők is egy zárt láncú gyakorlatilag lebonyolításban gondolkodnának, adott esetben, ha most például a Final Four-t kellene rendezni Budapesten, mert szerintem ennek van a legnagyobb, vagy a legkisebb egészségügyi kockázata, ugyanakkor a legnagyobb biztonsága az, hogy mondjuk ez végigmehessen ez a folyamat a mérkőzések tekintetében. Na jó, de amit te mondasz, az egy azért egy nagyon komoly szervezést igényel, egy előre tervezést és szervezést. Hát mondjuk, hogyha az EHF is hasonlóban gondolkodna, akkor arról nektek már tudnak kéne. Hát igen, tehát mi nem tudunk erről, tehát mi azt tudjuk, hogy első forduló az a, ahogy mondtam, CSKA Moszkva, Győr meg, azt hiszem, Fradi Rostov. Nyilvánvalóan ezt mi nem tudjuk, hogy van-e ilyen gondolkodás, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. A másik az, hogy biztos vagyok benne, hogy a szeptember elejére, ahogy mondtad, ez a szeptember közepére, ez nem tud elkészülni. Tehát nincs az a gyors szervezőbizottság, aki ezt egy helyszínen most, ha elkezdi szervezni, akkor megvan. Akkor lehet, hogy azt mondják, hogy egyébként nincsen BL indulás, hanem csak október végén indul a BL, és vagy januárban, vagy nem tudom. Tehát, de ilyen jelen pillanatban ilyen információ nincs. Uh-huh. És egyébként a Final Four-ral kapcsolatban, amit ugye eltöröltek, kaptatok azóta valami hivatalos indoklást, érvelést, vagy egyszerűen ez kész, már nincs is napirenden egyáltalán? Egyáltalán nincs napirenden, de mondtam úgy, hogy nem is volt napirenden. Tehát mi a honlapról tudtuk meg, az EHF honlapjáról, hogy törölték a Final Four eseményét. Budapesten voltam egy tárgyaláson, beültem a kocsiba, és lejöttem és közöltem a játékosokkal, hogy ez történt. Nagyon rossz hangulat uralkodott pár napig, de utána azt mondtuk, hogy nem tudunk ez ellen mit tenni, és idézőjelben elengedtük ezt a témát. Persze elengedni nem tudjuk ezt a témát, mert ez a döntés, ez több 100 millió forint mínuszt jelent a költségvetésünkben, amit mondhatnám azt, hogy lezártunk júni 30-cal, és előző évi költségvetésünknek a tervezése az úgymond hát nem valósult meg, vagy hát másképpen valósult meg, de ezt nem tudom lezárni, mert ezt körkedjük magunk előtt, meg most ugye az embernek, mint felelősség teljes klubvezetőnek az jár az eszébe, hogyha nincsen meg a tavalyi év, akkor ez az évben mondjuk azok a szponzoraink, akik mondjuk teljesítéshez kötik azt a fajta munkát, amit elvárnak tőlünk, tehát legyenek mérkőzések, és mondjuk nincsen, akkor milyen egyéb más alternatíval fogjuk fönnállni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért, ha létezik professzionálisan gazdasági alapon működő Magyarországon, akkor az mondjuk ti vagytok. Sajnos sok nincsen, de ti vagytok az egyik. A szponzoraitok, a partnereitek hogy viszonyulnak ezekhez a helyzethez? Kivárnak és toleránsak, vagy érzitek azért a nyomást a részükről, hogy figyeljetek azért ez így sokáig nem megy? Hogy tellek ezeket? Hát nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad, és van erre lehetőségem reagálni, mert tehát csupa nagybetűvel szeretném megköszönni a szponzorainknak azt, hogy kitartanak mellettük.
Tehát minden egyes tárgyalás július eleje óta legyen ez a, bocsánat, úgy mondom, hogy a legkisebb szponzorunk egy helyi vállalkozó, aki ugyanúgy adotta a pénzt, sőt, még emelt a szponzorációs díjon, és legyen az a fő támogatóink a város, vagy az Audi Hungária ZRT, vagy az adott esetben minden magyar csapatnak a központi szponzora, ugye a Szerencsejáték ZRT. Jelen pillanatban kitartanak mellettünk, és azt mondják, hogy nem engedik el a kezünket, és segítenek azon, hogy gyakorlatilag biztosítják azt a fajta támogatást és szponzorációt, amit kaptunk tőlük az elmúlt években. De biztos vagyok abban is, hogy ha nem lesz mérkőzés és nem lesz teljesítés, akkor ezen lesz változás. Tehát nekünk klubvezetőknek most ugye a Magyar NB1-ben is azért nem titok, hogy minden nap beszélünk, szinte telefonon ugye a nagyobb kluboknak a képviselőivel is próbál, ugye a Liga elnök, a Balázs Imre pedig mindenkivel beszélni és kapcsolatot tartani, hogy nekünk föl kell készülnünk arra, hogy adott esetben, ha nincs nemzetközi sorozat, vagy van nemzetközi sorozat, akkor is a magyar bajnokság az prioritást élvezzen, mert azoknak a kis kluboknak, ahol a teljesítés meg mondjuk egy Szerencsejáték ZRT tekintetében fő forrás, mint fogalmazzak így, ott viszont a magyar bajnokságokra van lehetőség, akkor azt minél hamarabb, minél gyorsabban, minél nagyobb számban el kell kezdeni. Igen, hát én is úgy tudom, hogy a magyar bajnokságot azt minden tűzön-vizen át szeretnének lebonyolítani. Tehát ugye most ugye az az alapvetés, ha jól tudom, hogy mehetnek a nézők nagyon szigorú korlátozásokkal, de egyértelműen ott a B-ter, hogy akkor, ha nem, akkor zárt kapusan kell lebonyolítani. Igen, én nekem is ez a véleményem, hogy mindenképpen játszani kell. Tehát régen azt mondtam, hogy az a kézilabdán, vagy a sporton belül, megtapasztaltam ezt sajnos futballban is, az a drága játékos, aki velem ül a lelátón, most azt mondom, hogy az a drága, vagy az kerül sokba, inkább így fogalmaznék, hogyha nem játszunk. Tehát minden ára játszani kell. Ebben nagyon sok segítséget kapunk, akár a kézilabda szövetségtől is, hogy a mérkőzések meglegyenek. Közvetítés szempontjából sok mindent tervez a kézilabda szövetség is, de azt gondolom, hogy a klubok maguk is azt mondják, hogy a YouTube csatornákon, mindenféle online felületeken próbáljuk meg ezt elérhetővé tenni és teljesítésigazolást adni. Egyébként, ha már visszatérünk erre, hogy ezért volt szerintem fájó mindenki számára most már az a döntés, hogy egyébként nem tudtuk befejezni a bajnokságot, mert a tavalyi évből is van elmaradása tekintetben, ugye ezt mindenki, ez publikus információ, vagy mindenki érzi a saját bőrén. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem volt jó döntés, és most nem a szövetség döntés a mérvadó, hogy most befejeztük, vagy nem fejeztük be, hogy nem tudtuk befejezni. Tehát nem az, hogy megálltották a bajnokságot, és hogy miért, tehát nem ez a kérdés, hanem hogy nem tudtuk befejezni, és ez kihatással volt a költségvetésre. Tehát gazdaságilag az a legdrágább, hogyha nem tudunk mérkőzéseket rendezni. Az egy másik dolog, hogy nyilván van egy olyan klub életében, mint a Telekom Veszprém, vagy a Molpik Szeged, vagy a Győr, ott a nézőknek a jelenléte az a költségvetésben, az hát egy jól látható össze. Abszolút. És például ti egy ilyen meccsen, ami zárt kapus, meg ugye lehet, hogy ilyenből még lesz néhány készültök ilyen technikai furfanggal, mint az imitált szurkolás, vagy legalább, hogy valami meccs hangulat legyen? Tegnap előtt volt a Szurkoló Egyesület vezetésével egy megbeszélésünk, ahol gyakorlatilag a bérletek, utazások, stb. Beszéltük át szokás szerint. Ugye nincsen most például a szurkolói ankét, hogy az első bajnoki mérkőzésre tervezzük áttenni, hogy legalább legyen, és kérdéseket tudjanak föltenni a szurkolók. Igen, mi is gondolkodunk ebben, csak ugye az a helyzet van, hogy jelen pillanatban nincs a tarsolunkban nagyon ilyen felvett anyag. Például mondjuk a Goldnak az imitálása, vagy a játékvezetői rossz ítéletnek a függője. Ez azért mondok ilyeneket, mert tegnap még láttam az Atletico Madrid-nél, hogy azt is imitálták, hogy a játékvezető rosszul döntött. Szóval mi nem vagyunk ennyire felkészültek. De mondjuk nem tudom, tehát márciusban, amikor az első megállítás megtörtént, akkor nem az volt az első, hogy akkor gyorsan mi hívjuk össze őket és vegyük föl, mert azt gondoltuk, hogy ez egy pár hetes malőr lesz, de hát nincs ilyen. Tehát jelen pillanatban se nincsenek kinyomtatott szurkolói képeink, amit fölragasszunk a székekre, nincsenek hangeffektjeink, fogalmazzak úgy, így, úgyhogy
Kicsit olyan síralmas. A múlt héten volt ugye az MTK elleni edzőmérkőzésünk, ugye azt hiszem pont az Eduard Amorim mondta valahol, hogy hát jó volt, mert jó játszottunk, de azért az, hogy ilyen síri csend van, az nagyon rossz. Sok sikert akkor mára is, meg hát kívánom, hogy minél hamarabb legalább forja ki magát, hogy merre, hogyan és miként tovább, mert akkor tudtok tervezni, és akkor tudtok dolgozni. Köszönöm a beszélgetést, innen folytatjuk majd a beszélgetést. Köszönjük szépen a lehetőséget, és mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk, ez a legfontosabb, és hát reméljük, hogy találkozunk a pályákon. Így van. Köszönöm. Szia és viszont hallásra. Szervusz, szia.